Horgolt angyalkák, gyöngykarkötők, játékfigurák, dekorált befőttes üvegek, karácsonyi díszek és meg annyi szemnél szebb ajándéknak is kiváló, szemet gyönyörködtető alkotás igazolja, hogy a fogyatékkal vagy mássággal élők igenis fejleszthetők. Ez a célja annak az eseménynek, amelyet a Mozgáskorlátozottak Megyei Egyesülete szervezett az Esélycentrumban. Beszeretnénk mutatni azt, hogy megfelelő segítséggel, személyi segítőkkel vagy nagyon értékes dolgokat lehet kihozni ezekből a sérülten született vagy szerzett betegségből adódó megváltozott munkaképességű fiatalokból, gyerekekből szakmát lehet tanítani nekik, és egyéb olyan kézügyességeket is el tudnak sajátítani, ami alapján igenis értékes tárgyakat, értékes kiállítandó dolgokat tudnak megteremteni és bemutatni. Ez nekünk nagyon fontos, hogy a személyiségüknek a formálásába, fiatalkorba minél hamarabb kezdjünk el esetleg foglalkozni velük. Az eseményen a kreatív kiállítás mellett művészeti produkciókból sem volt hiány. A fogyatékkal élők művészeti csoportjainak találkozóján résztvevő fiatalok színjátszás, vers és próza, ének, valamint tánc kategóriákban mutatták be tudásukat.